felelnek az új határvadászok, már több mint 700-an pályáztak. Iskola gyümölcs idén is, a termelőknek is segít a program. Ifjúsági évindító, számos programmal készülnek az őszi fél évben. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. Gyűlnek az új határvadászok, országosan több mint 700 pályázat érkezett az Országos Rendőrfőkapitányság határvadász képzésére szeptember 1-jei meghirdetése óta. A legtöbb pályázó Borsodabaúj-Zemplén, Békés, Bács-Kiskun és Csongrád megyéből érkezett. Mindeközben összesen mintegy 3000 érdeklődőt tájékoztattak a pályázat részleteiről. Egy új képzési lehetőségről szeretnénk Önöket tájékoztatni. A pörköltölő fesztivál egy ideális szintér a toborzásra. A létszámbővítés folyamatos, amit különböző rendezvényeken ismertetnek a rendőrség munkatársai. Békés megyében két toborzó csoportot hoztak létre három fővel. Milyen feladatunk kell ellátni a határvadászokat? Jelenleg ugye a készenléti rendőrségben belül keresünk határvadászokat. A sikeres pályázás után egy fél éves rendészeti képzés vár a jelentkezőkre. A tervek szerint novemberben elinduló tanfolyam végén a tanfolyamon résztvevők őrmesteri fokozatot szerezve fegyveres járőrként teljesítenek szolgálatot a szerb-magyar és a bolgár-szerb határon. Jelenleg 700 fölött van a pályázók száma, ebből 67-en Békés megyéből jelentkeztek. 61 pályázó van Békés megyéből, és ezeket a pályázókat hétfőtől kezdik felvételi eljárás alá vonni. Tehát akkor kezdődnek az a fizikai felmérések, az orvosi, az egészségügyi vizsgálatok, illetve az úgynevezett pályaorientációs beszélgetés, amivel zárul tulajdonképpen a felvételi vizsgálat. A képzése érettségivel kifogástalan előélettel rendelkező 18 és 55 év közöttiek jelentkezését várják. A létszámbővítésnek nincs határideje, addig toboroznak, míg fel nem töltik a 15 határvadász bevetési osztályt, amelyhez összesen 3000 fő szükséges. Békés Csabára látogatott Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. A Csaba Gyöngye Kulturális Központban lakossági fórumon arra biztatta a résztvevőket, hogy nem mávoksoljanak az október 2-ai népszavazáson. A fórum házigazdájaként Antara Gyula azt hangsúlyozta, országszerte mintegy 200 helyszínen rendeznek olyan alkalmat, ahol a migráció problémáját megvitathatják az emberekkel. Az önkormányzati képviselő hozzátette, hogy a bevándorlás mindenki sorsát, családját és környezetét érinti. Jött azokat az információkat, amik napról napra szinte ebben a kérdéskörben jönnek, ezeket frissítve, átbeszélve egy olyan kép alakuljon ki mindenkiben, hogy igen, baj van, baj lesz, most még csak ugye azt érzékeljük, hogy feszültség van a migrációs kérdésben, de mi lesz Magyarország sorsa 40-50 év múlva. Ezeket a kérdéseket átbeszélve mindenkit arra fogunk kérni a végén, hogy menjen el szavazni és nem elszavazzon. Fónagy János a lakossági fórumon reagált Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnökének bejelentésére, miszerint nem lesz kötelező betelepítési kvóta. Brüsszel még több bevándorlót akar és még gyorsabban betelepíteni, nem felel, nem helytállóak Juncker elnök úrnak a nyilatkozatai, cseleznek és ravaszkodnak, újabb elemekkel bővült a brüsszeli kvótacsomag, újabb kényszerbetelepítést erőltető jelentést és módosító javaslatokat fogadtak el. Nem elvi, hanem gyakorlati veszélyről kell beszélni a migráció kérdésében, hiszen korlátlan az utánpótlás, reális, hogy a hideg idő beköszöntével újra felértékelődik a balkáni útvonal, tette hozzá a parlamenti államtitkár. Gyulán is kezdetét vette az Európai Mobilitási Hét. A legkisebbek performance-a nyitotta az egyhetes rendezvénysorozatot, melynek mottója közlekedj észszerűen, hogy a gazdaság is jó irányba mozdulhasson. A Kossuth téren gyülekeztek a város óvodásai, Kónya István nyitotta meg a fenntartható és környezetkímélő közlekedés fontosságát hangsúlyozó hetet. A megnyitó után a gyerekek felvonultak a városközpontban. A világórához jutást rendőrök is segítették, akik lezárták a forgalmat egy kis időre, majd az órához érve egyszerre engedték fel a kezükre kötött lufit. Magyarország 2002-ben csatlakozott az Európai Mobilitási Hét programhoz. Az alpolgármester a Kossuth téren elmondta, Magyarországon rekordszámú 182 település vett részt az eseményen.
Ezzel európai viszonylatban is a harmadik helyre kerültünk, és Gyula városában 8. alkalommal veszünk itt részt, és immáron ez a második olyan alkalom, a tavalyi évhez hasonlóan, amikor egész hetes programot kínálunk az Európai Mobilitási Hét keretén belül. Természetesen az a célunk, hogy lehetőleg minden korosztályt megszólítsunk. 8. éve tart az iskola gyümölcs program az általános iskolákban. Az intézmények első és 6. évfolyamos tanulói így egészséges ételhez jutnak a 10 órai uzsonna mellé. A lehetőség nagyon népszerű, a gyerekek szívesen vesznek az almából. Tömött sorokban érkeznek a gyerekek Békés Csabán a Kazinczy Ferenc általános iskola folyosóján, hogy mindenki vegyen egy-egy almát a ládából. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok nem igazán egészséges élelmiszert fogyasztanak. A másik véglet, hogy nem tudja a család megvenni a gyümölcsöt. Tehát azt, hogy itt intézményen belül, iskolán belül ingyen hozzájuthatnak gyümölcsöz, friss gyümölcsöz, nagyon jó minőségű gyümölcsöz, annak nagyon örülünk. Többször sétálunk ide a ládákhoz és fogyasztjuk az almát. Szakemberek szerint naponta 3-szor kellene zöldséget és 2-szer gyümölcsöt enni. Ehhez viszont minél korábban meg kell szeretetni az egészséges élelmiszereket a gyerekekkel. Ezt célozza az iskola gyümölcs program, aminek köszönhetően ebben az iskolában 2 évfolyam minden nap ingyen kap gyümölcsöt vagy almalevet. Almát szoktunk enni, anya szokott venni mindig a piacon. Szeretjük az almát, mert az alma a fogaknak egészséges. És sok C-vitamin van benne. Azért szeretem az almát, mert teli van C-vitaminnal, nagyon finom, ropogós, és jót tesz az emésztésnek. Nagyon jó almaspitit lehet belőle csinálni, meg almalevest. Körte, szőlő, bármilyen jöhet. A pedagógusok szerint az alma azért is jó választás, mert a legtöbb gyerek ismeri és szereti. A menzán mindig idény jelleggel, nagyon gyakran van ilyenkor alma szintén ott is, illetve szőlő ebben az időszakban, és hát a téli időszakban azok a gyümölcsök, amelyek a télhez kötődnek, banán és narancsa kiegészülve, de alma egyébként nagyon gyakran van a menzán is. A program részben uniós támogatással valósul meg, és nem csak gyerekeknek, hanem a termelőknek is segít, akik ezáltal biztos piacot találnak a termésüknek. Megtartotta újabb ülését az 56-os emlékbizottság. A találkozón többek között bemutatták az évfordulóra készült kiadványt, és határoztak arról is, hogy milyen elemekből áll majd az ünnepi programsorozat Békés Csabán. Ellensúlyt kell csinálnunk, hogy ezek a gyerekek megőrizzék a maguk lelki tisztaságát, erejét, és ehhez, barátaim, gyökerek kellenek. A magyar nép történelmének a gyökerei. A visszaemlékezés fontosságát hangsúlyozta Fekete Pál, Békés Csaba díszpolgára az emlékbizottság ülésén. Az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából egy új kiadvány is készült, amelyet 1000 példányban adnak ki, és online formában is elérhető lesz a város honlapján. A rövid összeállítást Szabó László készítette, akinek az volt a célja, hogy minél több fiatalban keltsék fel az érdeklődést az 56-os események iránt. A színek, a formák, a szimbólumok olyanok, amelyek már magukban is hordoznak valami nagyon jelentős üzenetet, hiszen ugye ezek a gyerekek nem nagyon tudnak már hosszabb ideig koncentrálni. Éppen a digitális technika és a technikai forradalom közepette. Tehát egyrészt a képvilága a kiadványnak, másrészt pedig maga a szöveg, a főszöveg, a nyugodtan nem veszhetjük akár törzszövegnek, nagyon kevés köztörténet van benne. A bizottság zárt ülésen határozott arról is, hogy kik kapják meg az 56-os érdemérmet. Emellett véglegesítették az évfordulóhoz kapcsolódó programsorozat elemeit, amelybe a tervek szerint minden kulturális intézményt és minden korosztályt bevonnak majd. Az iskolák be lesznek vonva természetesen az eseménysorozatba. Döntöttünk arról, hogy milyen emléktáblák elhelyezésére teszünk javaslatot, döntöttünk arról, hogy hányan kapják majd meg az 56-os érdemérmet, és arról is, hogy iskolák számára pályázatot fog most kiírni az önkormányzat, 56-ról szóló ünnepi műsorok, 56-ról szóló kiállítások és egyéb más programok megrendezésére. Az évfordulóhoz kapcsolódó rendezvények már szeptemberben elkezdődnek. A programsorozathoz a Békés Csabai Média Centrum is kapcsolódik majd, ami Forradalmunk című szabadtéri tárlattal.
Ifjúsági évindítónak adott otthont az Andrássy úti társaskör szerdán Békés Csabán. A programon kiderült, hogy az idei garabonciás napokat október 9-e és 14-e között rendezik meg a megyeszékhelyen, és bemutatkozott a napokban megválasztott diák önkormányzat elnöke is. Békés Csaba szinte minden iskolájából érkeztek képviselők az ifjúsági évindítóra, amelynek az egyik legfontosabb témája a város tavaly elfogadott ifjúsági koncepciójának megvalósítása volt. Ennek egyik fontos része a közösségi terek éjszakája, amelyeken színes programokkal várják a fiatalokat a város különböző pontjain. Most pénteken találkozunk a Berényi út 25 szám alatt a Magyar Pünkösdi Egyház Tegyél ifjúsági klubjában és teaházában. Nagyon kevesen ismerik ezt a közösségi teret. Azt gondolom, hogy az egyházi közösségek közösségi tereit általában kevesen ismerik. Békés Csaba polgármestere szerint a városnak vibráló, nyüzsgő ifjúságra van szüksége, amit az önkormányzat is igyekszik elősegíteni. Az önkormányzat sok program mögé áll, akár a rongyolót, akár a strandbulit, akár a garabonciás napokat említhetném, de sok egyéb olyan program van, vetélkedők, zenés programok, ismeretterjesztő programok, amiket segítünk forrással vagy szervezéssel. Puskay Gergő diákpolgármester is bemutatkozott a fiataloknak. A Vásárhelyi Pásza középiskola diákja nagy tapsot kapott, amikor elmondta a terveit. Próbáljuk hozni a tradíciókat és a hagyományokat, amiket már az idén 21 éves idők eddig is véghez vitt, mint programokat, mint a Békés Csabai város diákságának összefogását. És hát ezen kívül szeretnénk minél több és minél változatosabb programterveket kitálni. Az ifjúsági évindító legfontosabb témája a közelgő garabonciás nap programja és helyszíne volt. Minden tanév kezdésnél folyamatosan jönnek létre azok a programok, amik ugye az ifjúságot érintik. Többek között gondolok itt, hogyha csak egyet említenék, akkor garabonciás napok. És folyamatosan merülnek föl kérdések azzal kapcsolatban, hogy hol legyen City, milyen programok legyenek, milyen rendezvények legyenek. A garabonciás napokon két nagy koncert várja majd a fiatalokat, színpadra lép az Airi Mafia és a Margaret Island is. A Szent István térről indult el a Mozdulj meg baráti kör, néhány tagja a Magyar Újjászületés Alapítvány által szervezett határmente kerékpáros túrára. A mozgás mellett kulturális program is várt a résztvevőkre, míg 5 alkalommal tartanak szeptemberben határmente túrát, végül egy kerékpárt sorsolnak ki a teljesítők között. 18 kilométert fogunk letekerni. Egy rövid eligazítás előzte meg az indulást. A határmente elnevezésű teljesítménytúra résztvevői a Szent István téren gyülekeztek, amelyet a Békés Csabai Mozdulj meg baráti kör koordinált. A csoportos túrázásnak számtalan előnye van. Az egyik résztvevő szerint a közös élmény és a mozgás is inspirálja abban, hogy heti többször közösen túrázzon társaival. Hetente 4-5 túrát szervezünk, akár gyalog, akár kerékpárral, és mozgunk, az a lényeg, megismerjük Békés Csaba szépségeit is, szűk környezetünket, de viszont eljutunk a megye több településére, kerékpárral, közösen, és ez nagyon jó. Csoportosan összesen 9 alkalommal indulnak a határmente teljesítménytúrára a baráti kör segítségével. Azok, akik teljesítik a távot, egy sorsoláson is részt vehetnek. Aki teljesíti ezt a túrát, és elküldi a fényképeket, amit Békés Csabán a Városháza előtt és Nagy Szalontán a református templom előtt készít, és elküldi névvel, címmel, telefonszámmal a kapcsolat@határmente.hu e-mail címre, azok között egy kerékpárt fog kisorsolni az alapítvány. A táv 108 kilométer. Békés Csabáról indul Nagy Szalontára, Gyulán keresztül. A baráti körvezetője szerint nem csak a mozgás a lényeg az alkalmakkor, hanem kulturális eseményt is beiktatnak a programba, az Arany János Emlékmúzeumba is ellátogatnak ilyenkor. 12. alkalommal rendezi meg Békés Csabán a Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár a vasútmodelltárlatot és mozdonyparádét. A kiállítók, akik Szegedről, Szolnokról, Tudkomlósról, Hódmezővásárhelyről érkeznek, 2 napig szerelik össze a több száz méter hosszú síneket és képzeletbeli vasútállomásokat. A rendezvényen kipróbálható a vasúti forgalomirányító szimulátor és tengelyszámláló is, amelyen többek között a Békés Csabai vasútállomás dolgozói tanulták a közelmúltban
telepített új rendszert. Láthatóak lesznek majd digitális vasútmodellek, amelyek nem csak hangot adnak, hanem füstölnek is. A gyerekek pedig különleges legóvárossal várják a szeptember 29-től október 2-ig tartó kiállítást. A mozdonyparádé október 1-én szombaton 10-től 16 óráig várja az érdeklődőket. Eleinte nagy zajjal fog járni, hiszen kürtölni lehet majd a mozdonyokkal, föl lehet mászni rájuk, fotózkodni lehet velük. A mozdonyvezetőkkel pedig el lehet beszélgetni az érdekességekről. A MÁV csoport járművei képviseltetik magát, valamint számos magánvasút járműve érkezik Békés Csavára. Ez volt már a híradó. Adásainkat és további híreinket a behír.hu oldalon találják. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!